Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Itt vagyunk már a szezon végén, novemberi hónap végét írjuk, és hogy nem maradjatok tartalom nélkül, újra elindulnak a podcastes videók a csatornámon. A mai podcastes videó beszélgetésnek a résztvevője Miklós András lesz, ő már nagyon régóta a túráimon segítő pozíciót tölt be a lezárásokban, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Itt vagyok Miklós Andrással, most már mondhatom azt, hogy egy régi motoros cimborámban, nem is. Így van, elég régi, több éves. Több éves. Egy négy, négy biztos. Négy biztos, de igazából kezdjük onnan, hogy te mikor is kezdtél motorozni, hogy kezdtél el motorozni, mi volt az első motor, amire ráültél, akár hogyha még a régi Apu Simpsonát csortad el mondjuk kilenc évesen, de hát így teljesen menjünk vissza a gyökerekig, hogy honnan volt az a motorozás, ami ami a... rávitte erre a hosszú útra, és utána ugye kereszteztük egymást. Hát ez rögtön egy kicsit hosszabb történet is lesz, mert nem baj, az? apunak nem volt simszonya, -ja, sőt, semmije <laughs> nagyjából, hanem pesti születésű gyerek vagyok, viszont vidéken nyaraltam, ahonnan édesanyám elszármazott, vidékre, egy kis faluba, nagyszüleim ott laktak, és én mindig oda jártam a nyári szünetbe. Nem tudom, hogy hány éves lehettem, de pontosan emlékszem, hogy a faluban volt kettő darab emberkének motorja, az egyiknek egy trofi emzéje, a másiknak egy 250 per 1 emzéje. És a megbolondulás onnan jött, hogy egyszer valamiért pont ott tartózkodtam, ahol abban az utcában, ahol, ahol jött haza a trofi emzés és tudom, hogy valamiért pár méterre tőlem megállt, befékezett, és én hátulról láttam a motorját. És hogy bebolintott az MZ előre a trofi, és kigyulladt a féklámpa, ö, lehet, hogy röhely, de én, én akkor ott elpusztultam. És azt mondtam, hogy nekem motor kell. A, a másik srác az egy 250 per ő volt a, a falu gyereke, Nem bocsánat, hogy ezt mondom, de ő, ő, ő ott rendesen egy kerékre is tette a motort, hát akkor ez, ez minden tekintetben még nagyobb szám volt, és én akkor eldöntöttem, hogy veszek egy motort, ha, ha megérem azt a kort. És ez akkor, mint mondottam, ezt nem tudom, hogy hány éves koromban történt, de még egész kicsi voltam. Nem. Egyébként 66-os születésű vagyok, és 1985-ben szereztem jogosítványt. Na, akkor a jogosítványod és az én születésem az egy évben van. Akkor kaptam meg a jogosítványt, 85-ben, és 1985-ben sikerült is megvennem az első motoromat. Készröhely, de a keravil áruházban árulták <laughs> őket. Mindig is egy 250 per egyes volt az álmom, egy emzi. Azt nem értem el, azután, azután a kifutó termék lett, és bejöttek az ltz és 985 ben a keravil áruházban OTP részletre az anyámék potom 30 ezer forint körüli összegér Részletre vettek nekem egy, egy 250-es ltz Elég gagyi felszereltséggel, csak egy tükör volt rajta, nem kettő, de mind a kettőnek ott volt a helye. Uh -huh. Fordulatszámérő helyett, még a fordulatszámérő helyén egy újtás kapcsoló volt, tehát kifoglalkozott ezzel. El voltam pusztulva, és örültem, mint majom a farkának. Úgy, hogy... Tehát így kezdődött a motoros pályafutásom, azután pont. Ez mennyi ideig tartott ez a nem Ez sokáig tartott. Mert... Mennyi kilométert tudtál beletenni abba? A... Ó, lövésem nincs, nem is, nem is emlékszem rá, hogy mennyit tettünk bele. Elkezdtünk motorozni két darab kiskörösi bukós is vásároltam hozzá, és amilyen ruhám volt, abba fölöttünk, és, és, mentünk, és motoroztunk. És bejött a 986 februárjában bevonultam katonának, tehát még azt mondom, hogy egy szezont motoroztam le, de azt is csak immelámmal, ugye nagyjából akkor kezdtem valamikor dolgozni, úgyhogy viszonylag kevés fizetésem volt, bele kellett segítenem már a motornak a törlesztő részletébe is, úgyhogy nem sok pénzem maradt benzire, tehát motoroztam, amikor tudtam, és aztán be, bejött a katonaság 86. februárjában, az még másfél év volt abban az időben, és hát akkor már a jelenlegi feleségem megvolt a, 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 abban az időben, már ismertem, és uh, ahogy sikerült a katonaságtól hazajönnöm, és éppen jó idő volt akkor abban a, abban, a, abban a kis időben, mert volt, hogy csak egy, egy délutánra tudtam hazajönni, végül is itt voltam Budaörsön katona, tehát nem túl messze, hogy mm. Kispesten volt, hogy 45 perc alatt otthon voltam. Ha olyan volt az idő, fölöttünk a motorra, motoroztunk egyet, ha olyan volt, akkor csak megkajáltunk, beültünk egy moziba, vagy csak otthon el voltunk, és ennyi. Úgyhogy nem nagyon sokat motoroztam, és... Uh, ahogy leszereltem 87. októberébe, úgy valahogy el is múlt ez az iklet. Akkor még nem volt Facebook, nem volt nagyon internet. Nem, semmi nem volt még semmi nem volt, szinten, hogy ezekből... Nem is ismertem senkit, aki akkor motorozott volna az ismeretségi körömben, tehát tök egyedül voltam. Akkor már bontogatta szárnyait nálam egy olyan érzés, hogy én DJ szeretnék lenni a szakmám mellett, hobbiként, és nagy elhatározással a katonaság után talán még egy évvel meg is maradt a motorom, de aztán úgy döntöttem, hogy eladom, és akkor megvásároltam a, az első két kazettás dekkemet, akkor még kazettás dek volt, akkor még lemezekkel nem, nem játszottunk, erősítőt két hangfalat, és akkor én nagyon amatőr módon házi bulikba elkezdtem, elkezdtem zenélni, azzal, és akkor azzal kezdtem foglalkozni, aztán a a motoros időszak ugye el is múlt 987-be, úgy voltam vele, hogy be is ázik, meg a munkám miatt jó lenne inkább egy autó, és akkor ez irányba kezdtem elmenni, hogy inkább autóm legyen. Inkább zenész, meg akkor az autó. Így van, így van, meg ugye építőiparban dolgoztam, tehát rengeteg szerszámom volt, amit csak autóval tudtam A-ból B-be elvinni, és így így, így vásároltam magamnak valami szedetvedett Trabantot. Nem, nem, bocsánat, egy 120-as koda volt az első autóm, mm. nagyon kevés csomagtérrel az is elő volt, nem hátul, elég fura volt, úgyhogy az egy nagyon vacak autó volt, az nagyon megszivatott, úgyhogy rengeteget kellett költeni rá, ami nem volt nagyon miből. Úgyhogy attól hamar megváltunk, és aztán átültem egy Trabantot. Mindegy, most hagyjuk. Tehát így váltogatták egymást az autóim így lépésről lépésre mindig egy kicsit magasabb szintre léptem az autók terén is, de, de ez volt a koncepció, hogy inkább autó, és akkor a motor, motort hagyjuk egyelőre az úgy... Az úgy parkoló Igen, egy nagy, egy nagy, vágy volt, de hamar el is múlt. Picit egyébként így visszatérve, nekem is volt egy ilyen, ö, talán elrugaszkodva a motoros témától, de ilyen zenélés, zenei csinálós időszakom, csak akkor nekem már ugye én is volt, hogy szilveszterkor csináltam házi bulikat, pontosabban nem is nagyon házi, tehát házi buli volt, de azért ilyen 30-40-50 emberrel jelentek meg. Volt egy Astoria mellett valahogy egy szórakozó hely, ahol egy termet ki lehetett bérelni, ilyen potom 5-10 ezer forintért valahogy egy éjszakára, és volt, hogy oda is elmentem, és akkor ott csináltam, így hívtam a Hívtam mindenkit és akkor, de hát az meg ilyen számítógéppel volt ráadásul, tehát, hogy ott nem ilyen... Ő... Már akkor? Igen, ez hát nem akkor, amikor te, mert amikor <síns> te, <síns> te <síns> ezt csináltad. Jó, jó, jó. voltam. <síns> igen, igen, de igen, hogy, igen. <síns> igen. Igen, egy kicsit megkeverettem bocs. De nem, ez, ez olyan 2005 körül, 2005 és 10 közöttre tenném valahova, <síns> valahol ott. Ö, akkor már ugye a gépek azért úgy, úgy voltak, számítógépek de még akkor úgy azért offline-ban mentek a dolgok, tehát így nagyon a online világ az volt-volt, de azért nem ennyire, mint most, hogy mm -hmm. már így a, majdnem, hogy két eszköz is van már néha az ember zsebébe, amivel internetező tud. Hát, Ö, nem, hát ott, ott még csak volt egy letöltve az MP3-ok, -ak, és akkor volt egy program, aminek az volt a nagy, hogy traktor DJ, és akkor nem, azzal, azzal csináltam, hát voltak jók, voltak jó keveréseim, annak, annak úgy örültem, de igen, az is az is elmúlt. Ö, meddig volt parkolópályán nálad ez a ez a motoros ez téma? Motor téma? Mm. Ez kérlek szépen kerek 30 évig volt a parkolópályán, de valahogy mindig bennem volt. Nem tudom, hogy a 87-es eladás után mikor kezdett el megint motoszkálni bennem az, hogy pff, hú de bánom, és hú de jó lenne, még hú de jó lenne, csak visszaemlékezve az maradt meg bennem, hogy nem tudom mikortól, de mindig bennem volt, hogy egyszer úgyis is fölülök még egyszer egy motorra. Egy komolyabb motorra. És akkor mikor jött el ennek az ideje? Ez 2017-ben. 17 be 2017-ben. Addig ugye próbálkozások voltak olyan szinten, hogy akkor már nagyon görcsösen szerettem volna egy motor, csak a pénz nem nagyon akart összejönni rá, úgyhogy először kitaláltam azt, hogy akkor megveszem a, gombokat, és majd utána a kabátot, úgyhogy vettem magamnak gyorsan két sisakot. Az asszony tiltakozott elég rendesen, hogy ne, ne üljek már motorra, nem kell, az nekem hagyjam a fenébe. Hát mondom, ha megveszem a két sisakot, akkor onnantól nincs, nincs nagyon visszaút, és Ez meg volt a két sisak. Hát jobb hiány a pénz, csak nem akart összejönni egy komoly motorra, úgyhogy két sisak arra volt jó, hogy leültem hétvégén Forma egyet nézni, főhúztam a sisakot, felhajtottam az árrészt, ettem a sűrkumpit, és néztem a form egyet <laughs> és ö, jött egy időszak, hogy az is úgy úgy lecsengett, és azt mondtam, hogy ö, na jó, ebből, ebből szerintem nem lesz semmi. Ugye a sisak ment a levesbe, mind a kettő eladtam, és ö, elkezdtem élni és ö, dolgozni. Egyre jobban megismertek a szakmámban, Egyre több munkám lett, de még mindig nem volt az igazi, aki ismeri az építőipart, azt tudja, hogy a nyári időszakban orvérzésig van munka, a téli időszak az inkább ilyen pangós időszak. Tehát amit nyáron megkeres, az télen szépen fel is éled, úgyhogy az sem nagyon működött a, a téli időszakok. Míg nem rátaláltam a mostani munkahelyemre, és abban az időben, ez olyan 2017 körül hmm. volt, Szintén, és annyira korrekt ajánlattal álltak elő, annyira korrektek a főnökeim a mai napig, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy ha ez működik és bejön, akkor ott, ott lecövekelhetek, és utána rájöttem, hogy sokkal kifizetődőbb, kevesebb pénzért, de folyamatos munkával egy helyen dolgozni, mint, mint, egy nap, projekt, mint többet pénz, keresni, x ideig, aztán meg eltapsolni, mert éppen nincs. Nincs több Igen. munkád. És akkor azt éreztem, hogy eljött az idő, és 2017-ben vettem egy Honda CBR 600 F2-est. Gyönyörű pizet. volt, nagyon szép motor volt, ahhoz képest, hogy benne volt a korban, esetleg majd fényképeket tudok mellékelni hozzá, ha gondolod, be rakhatod a videóba. Az egy gyönyörű motor volt, a mai napig megvan a fotója. Nagyon-nagyon szép volt, és akkor kezdődött a motoros időszakom. Valamikor, nem tudom, emlékszel-e, hogy azzal már voltam veled? Nekem az nem rémlik, nekem már ugye ez a kék a VFR -800. VF 800 rémlik. Az pedig, igen, igen. De igen, az nincs Az már 4-5 az éve van meg. De már én sem vagyok biztos, hogy működik-e vagy sem. Az még egy kézi szivatós motor volt télen marha nehézkesen indult, az nem injektoros volt, hanem sor négy karburátoros, tehát a hidegebb indításkor picit köhécselt, prüszkölt, de megfelelő technikával azért be tudott indulni, és éreztem én, hogy nem lesz ez egy hosszú életű dolog, mert bár szép, meg jó, meg elvitt mindenhova, de, de tudtam, hogy picit váltani kell egy kicsit erősebbre, jobbra, ráadásul benne voltam egy ilyen Honda de a CBR600-ról erősebbre? Igen, benne voltam egy ilyen hondás csapatba, és ott a, a, a lányok, ugye aki tudja, hogy milyen a CBR600 F2-es, tehát igen. ilyen rózsaszín matricázás is van rajta, és úgy állandóan szívták a vélem, hogy na, na megjött a Hello Kitt is motor. <laughs> és piszkáltak vele, és akkor úgy voltam, hogy egyszer lementünk valahova, a Tisza mellé motorral, egészen addig, amíg egy jó kis ebéd után induláskor nagy füst jött elő a az ülés alól, és száz akárhány kilométerre Pestől lefüstölt a izem a feszszabályzón. Ami nem egy tagy mert meg ki lehet cserélni, ugye? Persze. Találtam ott egy helyszínen egy, egy szállítós srácot, aki aránylag korrekt összegér haza is hozott egy kis transzport, ebbe bepakoltuk a gépet, hazahozott, de ott elindult bennem valami, hogy na jó, lehet, hogy ez egy jel, és most jött meg az idő arra, hogy, hogy akkor, akkor, váltsunk. Cserélni. Úgy, hazajöttem, kicseréltem a feszszabályzót, és meg is hirdettem a motort, azt annak idején 400 ezer forintért vettem használtan, és az is meg volt egy, mi van most, 2024, egy két-három évig biztos meg volt, és ilyen 350 körül tudtam eladni, tehát úgy aránylag elég jól áron ment el, és akkor közben megláttam ezt a VFR-t egy hirdetésbe, patika állapotban, feldobozolva, iszonyú jól nézett ki, tehát tényleg... És Hátsó vagy mind a, mind a, három doboz is? Mind a három doboz, amit, amiket azóta már lecseréltem tartó profilokkal együtt, mert az darabokra tört, a dobozok is kicsik voltak, rajta, úgyhogy az azok lecserélésre kerültek, de, de kompletten két oldalsó és egy hátsó dobozzal vettem meg, és amikor megláttam, és mint utóbb kiderült, amikor megbeszéltem a tulajdonossal, hogy ezt elmennék megnézni, akkor kiderült, hogy nagyon megkímélt a motor, volt ismerettség, aki utána is nézett, hogy milyen állapotban volt, milyen, hány gazdája volt, valós-e a kilométerben, stb. Tehát beleszerettem úgy, ahogy volt a motorba. És akkor tüzenvízen keresztül, pillanatok alatt össze tettem rá a pénzt, kölcsönkértem, stb. Ezt eladtam, sőt, ezt megvettem, a VFR8-at, és a CBR még megvolt, az közben árultam, és aránylag rövid időn belül utána is ment. És azóta ebben járok, de nagyon-nagyon nem bántam meg. Tehát nagyon szeretem ezt a motort. mennyi kilométer van, van benne, benne, illetve mennyi, mennyivel vettem mennyi Hát mindig pislogok, amikor látom a hirdetéseket a, a hirdetési oldalakon, hogy ilyen nagyjából 15-20 év körüli motoroknál ilyen 30-40 ezreket írnak bele kilométert, ez nekem nem annyira hiteles. Szerintem csak 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 tedd bele azt az olajcserés 6 ezer kilométert egy évben, akkor is 10 év alatt az már 60 ezer kilométer, nem 30 meg 40 ezer, amelyik motorokat némelyik né, né, né ember ezzel hirdeti, Ebben az már enyémbe... Mármint eze, ezeket most, néz, most láttad többnyire, az ilyen motorokat, nem? Akkor is, ugye, már nézegettem, uh -huh. de a vfr szerintem most van benne 120 ezer környékel, vagy egy kicsit több. Én úgy emlékszem, hogy ezt valami 80 valahány ezer kilométerrel vettem akkor meg, és azt úgy reálisnak is tartottam. Hogy, hogy valós lehet az a kilométer, amit, ami, amivel árulták akkor. Tehát nagyon megkímélt volt a gazdája, tényleg motoros körökben ismert volt, közvéleménykutatást is tartottam az oldalon, volt, aki azt mondta, hogy igen, ismerem a gazdáját, ezt nyugodtan megveheted, mert az ember nagyon korrekt, nagyon rendes, és hidd el az a valós, ami le van írva. Úgyhogy a másik haverom megnyugtatott, hogy a, a VFR-nek, ennek a típusnak még fogaskerekes a vezérlése, tehát ez örök darab, tehát ez nem kell nyúlni. A CBR rel egyébként megjártam, mert a fesz szabályzón kívül még volt egy vezérmű lánc is benne. Nem, bocsáss meg! Vezérmű lánc nem, egy vezérmű patron uh -huh. halt meg menet közben, és azt is cserélnem kellett. Hát a cbr rel én is jártam azért így, nekem is ugye az volt a elsőm, egy F4, az már injektoros. F4, igen. De hát egy piros, az maximum még így a Sőt, szerintem még a videóból se láthattad, talán a legelső videóból, mert abban benne van a videóban, de eh, akkor nekem már nem az volt, hanem egy fekete. De akivel voltam motorozni, ő, ő vette meg tőlem, és abban benne van. Hát, az igen, arra azt így megvettem, használtam. Ugye nem értettem a motorokhoz egyáltalán, mikor így megvettem, elvittem egy embert, aki elmetleg értett hozzá használtam, de mondjuk azt hozzáteszem, hogy a szerelőm is, aki ez akkor jártam, olyan volt, hogy hagyjuk. Ráadásul nem is egy ilyen kimondott magánszerelő volt, hanem egy suzuki is motorszerelő, Suzuki szalomba, uh -huh. és hát amikor megtaláltam a jelenlegi szerelőmet, és szétszette és megnézte, akkor azt mondta, hogy jó, akkor ez ilyen 630-ért vettem a motort, 2015-ben vagy 16-ban és akkor 6,30 ér és azt mondta hogy hát 7 kg, ezt ennyit kell rákölteni. Azt a... ennyit kell rákölteni hogy komoly. hogy épségben legyen mert olyan dolgokért nem szólt a szerelő olyan dolgokat csinált a, a régi szerelő hogy hogy ő, én nem, nem értettem hozzá. tehát odavittem mint egy ember érted hogy így Olajat olajt kell cserélni, mert most már lassan elértem azt a kilométert. Tégbetétet látom, hát az már úgy vékonka, mondom, csak ki kell cserélni. Igen. De hogy, és azt megcsináltam amit mondtam neki, persze. De hogy azt, hogy észrevegye, hogy a tárcsa az Igen. már Igen. vékony Igen. és tűrés határon túl van, jóval túl van. Azt hiszem 4 mm. Aha, ez kettő volt. Kettő volt a tárcsának a vastagsága, miután az új. A jelenlegi szerelőm megnézte, és azt mondta, hogy ez a betét, ami most rajta van, ezt már tűrés határon túltették fel. Igen, ez szerintem és azoknál számít, akik sportmotorként használnak egy motort, és írdatlan sebességről kell, hogy megálljanak. Hát gyorsan. egyébként is számít, mert hogy most azt nem tudod, hogy, ő, hogy mi, mi az írdatlan sebesség. Tehát, hogyha 120-ról kell satúzni, mert az autópályán valami olyan van, az is elég nagy ő, fizikai erőbehatást jelent a tárcsáknak, meg a fékbetétnek, hogy ott azt lesatúzol. Persze, nyilván. És nyilván. az nem egy a nagy sebesség, a 120, egy autópályán. Igen, csak aki nagyon sokat fékez, gondolom. Tehát, hogy... Áldóan meleg a fék, tehát a akkor. De nem, ez a gyári, a 4 milli. Tehát, hogy ez a gyári tűrés határ kezdve onnantól, hogy ő, hogy bármik másik motornak is nagyjából itten körül van. Tehát hmm. nekem a Tenerének is 4 milli és a tűrés határa, úgy, hogy azt hiszem 4,5-lel veszem meg. És az a gyári szöveg, vagy a, ha jól tudom, nem akarok rossz információt mondani, persze, uh -huh. hogyha valaki tud jobbat, majd esetleg ki tud javítani a ezt kommentben, én sem tudom. a komment szekcióban, de gyakorlatilag én úgy tudom, hogy négy és féllel veszem meg gyárilag, és valami négy körül van a tűrés határa annak is. Te egyébként azért az e se sok. Ezt Tehát, nem ha bele, tudtam, hogy csak... belegondolsz, hogy, hogy mekkorát kell fogni annak a féknek, Uh -huh. Tehát az a kis tárcsa lényegében, azt fogja meg az egész motort. Igen, ezt tudom. Azt nem tudom, hogy félmillia a lekoptatható rétegról. Én kész. úgy tudom ennyit, de majd itt a, a nézők esetleg kiavítanak, ha nem így van. <laughs> Oké. Okay. De nem is tudom, hova akartam ezzel kilukadni, de viszont visszacsatolok egy, Igen. egy másik dologra, amit említettél, ugye, hogy az ilyen 10x-éves motoroknál a 30-40 ezer kilométer, az, azt nem nagyon hiszed el, hogy az annyi. Hát, Biztos van kivétel. Én, amikor eladom az enyémet, Biztos. ott azt nem hiszik el, hogy mondjuk 3 és négy év alatt százer kilométer, azt hiszik, hogy futópadon pihent egész télen, és azon ment, mert hogy mert annyi van benne. Az már inkább hihetőbb. Csak így meg az így a baj, hogy nem eladni, de majd... majd. De, de, de azt én hozzáteszem, hogy ö, ö, ez, ez idő alatt, nekem, meg a 80 ezer kilométer alatt semmi problémám nem volt a eleje tehát hogy sehol nem állt meg, nem volt olyan, hogy nem akart volna beindulni, semmi probléma nem volt vele. Tehát hmm, teljesen... A is csak egy izé volt, szintén egy feszszabályzó, de annyi, hogy nekem van rajta egy digitális ö, töltés, kijelzés, uh -huh. hogy éppen hol tart, és a gyári feszszabályzójával menet közben fordulatom valami 14 körüli értékeken töltött. És ez egyszer csak hazafelé olyan, mátrából jöttünk hazafelé pont, és 12 köré leesett, és ott éreztem, hogy baj van. És, a fesz, és valakivel megvitattuk ott, hogy, hogy azzal lehet a gond, és akkor a tompitot, tehát lejjebb vettem helyzetjelzőre, és akkor azzal hazajöttem, de hazahozott. Uh -huh. kicseréltem, nem tudom, nevet mondhatok, hogy miért raktam bele? Mondjuk ott a meccsekit raktam bele, ugye mindenki arra esküszik, hogy magyar találmány és piszok jó, és sokkal kevésbé melegszik, mint a, mondjuk akár a gyári is. Na, azóta, mióta az benne van, azóta tény, hogy ilyen 13-4 körül mutat menet közben a töltésjelzőm, tehát ezzel egészen másképpen szuper áll a, a, a dolog. Viszont a Wiffer egyébként is olyan, hogy alapjáraton a töltés 12 fölött épp hogy egy picivel, vagy 12 körül ugrál. Amíg mondjuk piros lámpánál állsz, és csak alapjáraton pöttyög. És utána meg majd De a egyébként semmi kicsim. baj vele. Tehát. A izével a, a hűtésével, mert ugye azt, azt úgy tudom, bár nem tudom, hogy ez, ez még ugye nem a vétekes verzió. Nem, nem. A vétekesnek voltak problémája, hogy tudom, a hűtéssel, ilyen széria probléma, úgyhogy ott a hűtőborda az eleve két oldalt volt nem szembe a menet irányal, hanem párhuzamosan, és valahogy úgy kapta, és volt, hogy fölmelegedett. Hát itt is oldalt, ott a oldalt van a, a, a két hűtő a két oldalon. Nem is értem, hogy mit tereli oda nagyon a levegőt, hogy az direktben kapja a hűtését. Ez maradjon a japán mérnökök titka. De Vissza, látszólag nem sikerült, mert mondom, én úgy tudom, hogy a a vétekes VFR 800-nál, a szerelőimnek már van is rá úgymond folyamata, kitalált, megalkotott folyamata, hogy valami plusz dolgot adat tesznek, nem vagyok szerelő, nem terelőt, Valami nem, nem légterelőt, valamit, hogy, hogy ne forjon föl a generátor, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ott van valami ilyesmi probléma, hogy a Hűtésnél ugye azt nem tudja rendesen hűteni Már, azt a részét, uh -huh. és ő felszokott melegedni, de ebben nem is biztos, hogy belemennék jobban, de akkor ezzel még nem volt ilyen problémád. Ezzel még nem. Amit olvastam a témában, az az, hogy a, a generátor is ugye olajban hűl. Igen. Egy része, és az a része, amit folyamatosan ér az olaj, az annak szép színe van, amit nem ér el az olaj, az meg meg van feketedve és valaki csinál egy ilyen, egy ilyen járatot a generátorhoz, hogy, hát a, lehet egyébként egyről beszélni, hogy a teljes generátornak biztosítva legyen a, a a Akkor ezáltal. lehet erről beszélni. Lehet, hogy ez az Tehát igen, lehet, igen. hogy Ez az hát nem a motor melegszik föl, hanem igen, csak nem kezdtem, nem mondtam az elején, a, a generátorra gondoltam, de hogy annak volt igen egy generátor problémája, és akkor ő, lehet, hogy ez az a metódus, amivel ezt kiküszöbölik, hogy akkor hogy teljesen le tudja hűteni? Az enyém még bírja, nem tudom meddig, de úgy olvastam, hogy az tipikus ilyen, ilyen Honda alap betegségek ezek. Aha. Viszont lehet orvosolni, semmi komolyabb gondja nem volt egyébként a motoromnak szokásos gumicsere, lánccsere, megmondom ez a feszabályzó csere volt ezen is, de azóta gyönyörűen muzsikál, tehát az égvilágon semmi baj nincs vele. Kicsit puskázok. Ez már... De kérdéseket illetően. Jó. át a, a túrázás részére. Mert gondolom, nem csak a boltba jársz vele. Sőt, sőt, boltba egyáltalán nem járok Meg, meg. a kocsmába, ugye? Na, oda se járok. Milyen, milyen túrákon vettél részt? Ugye mondtad, hogy korábban részt vettél, illetve tagja voltál egy ilyen hondás csoportnak, Ö, igen, nevet most nem mondok, hogy ki, ki, volt, meg mi volt, azóta az a csapat meg is szűnt. Ö, rengeteg ismerettségem származik onnan, motoros ismerettségem. Ott a... Az volt az első ilyen csapat, ahova úgymond bekerültél, az tél, volt az első... akikkel elkezdtél motorozni, vagy... Megvettem a motort valamikor október környékén, 17. és decemberben meg is talált ennek a csoportnak a főnökek, Nyilván fő posztoltam a Facebookra, hogy na, 30 év után motoros lettem, hurá. Hát ez kötelező egyébként. E, valahol megtalált, meglátott, és meg is hívott a kis csoportjába. Aha. Aztán tag lettem, el is járkáltunk túrákra vele is, nagyon jó kapcsolatot ápoltunk végül is vele is. Aztán voltak bajós előjelek, amit már kilépett tagoktól hallottam, hogy az emberrel komoly gondok vannak így emberileg. Én ebből nem tapasztaltam semmit, aztán nálam is felrobbant ez a bomba, tehát előjött az ember igazi énje, és akkor ott kiléptem ebből a csoportból, de akkor már tagja voltam a Márki Csaba féle csoportnak, nem tudom, ismerős? Hát valami rémlik valami egyébként, rémények. azt hiszem, tagja vagyok én is, de annyi csoport van a Facebookon, nem tudom. Igen. Ott milyen jellegű túrák voltak a hondás csoportnál? Az ember a Balatonnál lakik, és leginkább az egyik, egyik rossz szokása az volt, hogy nem nagyon szeretett átjönni a Dunának erre az oldalára, Tehát inkább a Dunán túlon tervezett motoros túrákat, és azért egy évben háromszor, négyszer, ötször megkerülni a Balaton picit unalmas. Nekem legy, egyszer is amúgy. Legyenek van. azok a túrák változatosak egy picit, de ő nem nagyon szeretett túl messzire menni. Ha több napos és ott alvos túra volt, akkor akkor szívesen átlépte, de egy nap elmenni marha messze az, az nem az ő asztala volt. Mi meg meguntuk a, az állandóan azt az egyirányú csavargást, azon a része már mindent ismertünk kívülről, és nála ilyen jellegű túrák voltak, aztán már tag voltam nálad amikor még náluk is jártunk túlvázni. Igen, ott én arra emlékszek, hogy volt egy olyan ö, szezon, talán nem biztos, hogy egy szezonig tartott, igen. hogy ö, igen, jelezted nekem is, hogy majd, ha tudom előre a túrákat, akkor mondjam, mert hogy ugye te tagja vagy ennek is, és nekik ott le vannak fixálva a napok a túrákkal kapcsolatban. Igen, igen, és igen. És hogy, igen, hogy igen. én erre emlékszek, volt egy ilyen párbeszédű, ő előre beosztotta talán fél évre az egész, év, a fél évet, és utána a másik fél évet, vagy pedig az egész évet előre. Azért azt, mondom, nem tudom, hogy most ez egy szezonig tartott. tudom, de hogy... tudom, igen, és akkor ott ö, szintén ott biztosítottam ott is náluk, ö, és ezért kellett, hogy tudjam, hogy hogy a két túra ne üsse egymást. Hát mennyien voltak egyébként azon a Hát, hát ezt több, több alkalommal meg is jegyeztem. Nem tudom, hogy jelenleg a Márki Csaba féle csapatban mennyien vannak, tagok, de ott valami, volt, hogy talán a 2000 főt is átlépte a taglétszám, de az életben nem tudott annyit túrát, annyi létszámot felvonultatni egy túrára. Ja, ezt, de én erre voltam, be. azt, hogy a, az, hogy a Facebookon ő, mennyien vannak, az egy dolog. Nálam nincsenek 2000 mert ugye nálam azért úgy nem lehet olyan könnyen megtalálni a csoportot, direkt, tehát ez célban <coughs> van így, hogy most nem nyilvános a csoport, és hogy bárki kérdés nélkül bejöhet, mert így is vannak olyanok, jó páran, akik így visszautasítom, mert bejön kép nélkül állnévvel, amiről így, látom, igen. hogy nem egy emberi név, mert nem egy emberi igen, név, igen, igen. nem tudnék példát mondani, de azokat én nem engedem be. Uh -huh. mert, tehát, hogy legyen legyen egy arca, legyen egy neve. Van olyan, akinek nincs profilképe, igen, de mondjuk vele adott esetben vagy már beszéltem, vagy vagy valami történt, valami interakció egymás között, igen, igen. Amiből, amiből az volt, hogy oké, okay, tudom, gyere persze. Tehát, hogy azért nekem megjön az értesítés, amikor ugye valaki be lépni a csoportomba, azért ott tud ránézek a profiára, egyáltalán van-e motor, nincs -e motor, többnyire, többnyire. Biztos, hogy van, hogy belefutok olyanba, hogy nem csak rányomok, persze, de szerencsére jelenleg teljesen friss és aktív tudok lenni ezen a területen, tehát napokat, órákat nem vár senki azzal, hogy most ő be akar lépni a csoportba, és akkor ne engedném be. 99%-ban már egy órán belül, de legtöbb, legrosszabb esetben 12 órán belül reakció van rá, és bekerül. Ö, valószínű ezért nem. Én most olyan 650 körül járok, talán tagokban, de ez is egy érdekes történet, mert kiteszek valamit a csoportba, és erre érkezik körülbelül 150-200 reakció. Itt most reakciót nem a, a like, comment, rekre értem. Én ugye azt látom azt, hogy menjen érték a bejegyzést. Tehát Igen. számok ide vagy oda, az algoritmus nem mindig úgy működik, hogy feldobja nekik, uh -huh. de, de igen, erre voltam leginkább kíváncsi, hogy mi az a létszám, amit össze tudott kovácsolni egy-egy túra alkalmával. Annyit azért hozzá kell tennem az ő védelmében, hogy ő kizárólag márka függő motoros csoportot hozott létre, ami kizárólag Honda volt. Igen. Nála csak Hondával lehettél tag. Neki is az volt, nyilván ő valamiért ehhez a márkához ragaszkodott, és a csoport neve is, nevében is szerepelt a Honda. Nem mondom már, hogy mi volt, bár jelentése már nincs, mert megszűnt az egész csoport azóta. Hát akkor meg. Nálad ugye hm? mindenféle márka játszik, tehát nálad nincs ilyen kikötés. De az biztos, hogy nála a büdös életben nem jött össze ö, olyan létszámú túra, mint mondjuk a, a Tieden. Gondolok itt az első ö, szellemváros látogatása, az a katonai laktanya. Igen. Itt a Balatonnál. Igen. Ott valami 116 motor volt. 110 valamennyi motor, igen. Igen. Az volt talán a legnagyobb létszám. Már se volt ennyi. Az nem. volt talán. Jó, mondjuk ez egy elég nagy... De jóval nagyobb taglétszám volt, tehát lehetett volna. Valahogy nem. Nem, nem, nem tudom. Sose tudjuk már meg. Hogy hát ez azt előtt. nem, de mondjuk igen, az, hogy én ugye így mindenkit ö, idézőjelben mindenkit ö, minden motortípust megcélzok, ö, illetve gyakorlatilag minden motortípust megcélzok, inkább a sofőrök között válogatok, ugye, hogy amit le is szoktam írni általában az eseményeknél, hogy, mert volt már rá példa, előzgetés, egykerekezés sorba, meg ilyenek, tehát, hogy uh -huh aki Én ilyen vérmérsékletű, és nem tudja magát van, visszafogni, lehűteni erre az nem is egy napra, egy fél napra adott esetben, mert tízkor elindulunk, nyáron kilenckor, egy picit korábban, ugye mert jó idő van, hamarabban meleg, kilenckor elindulunk, tart négyig, ötig, egy ilyen háromnegyed napig nem tudja ezt visszafolytani, a társaság kedvéért, mert ugye ez arról szól leginkább nálam, hogy beszélgettünk, kialakult egy baráti társaság, rengeteg Rengeteg embertől már kapom, hallom vissza azt, hogy mi is megyünk motorozni, meg hogy múltkor vele voltam egy szobába, tök idegen, ugye, mármint úgy mondom, hogy külföldi túránál, ez idén volt, vele voltam egy szobába, hát igazából jövőre is mehetünk, mert tök jó barátság alakult ki. Igen. Tehát, hogy meg volt olyan is, hogy egy külföldi túrán, konkrétan két ember nem ismerte egymást, majd ott megismerték és összejöttek és egy Már két különböző neműről beszélünk, tehát, hogy, okay. tehát azt tartom, azt tartom, én is, de hogy össze is jöttek, és nem ez az első. Azt tapasztaltam, hogy aki olyan habitusú, vagy úgy érzi a csoport, hogy társaság, hogy nem odavaló, azt úgy is kidobja magából. Anélkül, Igen. hogy bármit kelljen szólni, tehát az, az úgy is, vagy azért, mert lassú neki a túra, egyszerre eljön és nem bírja, akkor, tehát akkor nem fog legközelebb jönni. Igen, igen. Tehát, hogy ez, 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 a társaságért van. Legenkem. Na, aztán ebbe a másik csoportba ugye az volt, hogy nagyon jó barátság, azt hittem, a nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, és akkor az embernek kijött az igaz énje. Nem is megyek bele, nem részletezem, hogy, <hül> hogy emberileg mennyire nem azonos a gondolkodásunk, meg nem egy jár az agyunk, és azzal a lendülettel akkor el is jöttem tőle, és euh, akkor már voltak előjelek, hogy ez. ez euh, tehát az összes olyan ismerős, akit ezer éve ismert, és tényleg baráti kapcsolatokról beszélhetünk, az úgy szépen párolgott el tőle mindenki szép lassan. Most már tudom az okát, hogy miért mondták akkor, hogy figyeljek a jelekre, de én szeretem megtapasztalni azt, hogy nem szeretek úgy ítélkezni senki felett, hogy hallom, hogy ő ilyen meg olyan, majd ha én megtapasztalom, hogy tényleg ilyen, és velem tényleg ilyen, Ezt akartam mondani akkor, egyébként, rá, hogy akkor az viszalátás. olyan, mint egy kapcsolatban ugye, hogy most így egy fiú-lány kapcsolat, de ezt amit majd mondok, ezt rá lehet erre is vetíteni. Uh -huh. Tehát az, hogy valakiről, egy lányról mond egy fiú valamit, hogy ő mennyire bunkó, mennyire olyan volt vele, vagy nem foglalkozott vele, az egy dolog, de lehet, hogy egy másik fiú mást fog kiváltani belőle. Itt is ugyanaz, amit te mondasz, hogy most két ember közötti kapcsolat, én sem ítélkezek addig a másik felől, amíg én magam nem tapasztalom meg, vagy nem látom azt, hogy valakivel úgy viselkedik, amíg igen. amíg valaki más mondja, mert ugye szokták mondani, messzire jött ember azt mond, amit akar, igen. annak az embernek is lehet, hogy más a habitusa, mint az enyém, és lehet, hogy ő azért nem értett vele szót, mert hogy, mert hogy különböznek. Én lehet, hogy szót értek azzal az adott emberrel, ő lehet, hogy lehorja nekem, miközben nekem meg semmi olyan nincs vele. Tehát ez egy kicsit Túl sokan léptek onnan elég gyorsan, és lehezebb, ez már kezdett gyanús lenni. De igen. Na mindegy, ez a múlt, ezt hagyjuk is. Ez, ez, megtörtént, elmúlt, azóta csoport sincs, úgyhogy most jelenleg benne vagyok több csoportban, de egyik sem szervez túrát, kivéve a már kisebb a motorosdazó szervez túrákat. Veled pedig van kérdés, vagy mondjam folyamatában? Mondhatod a gondolataidat. Gondolataimat. Persze. Veled pedig a... Meg nem mondom, hogy hova mentünk. Én tudom. A... Azt hiszem, hogy hol találkoztunk a leges-legelső túrán, amikor becsatlakoztunk? Szerintem igen. Na hol? Én pont, arra pontosan Most azt nem tudom, hogy az volt az első, de hogy is hívják, Karcsinak hívják karcsi, azt Nagy Karcsinak hívják. Karcsi. Ő vele jöttetek, és a bokodítóhoz mentünk. Először a madárhoz mentünk, a turú madárhoz mentünk föl. E... Utána bokodító, és utána mentünk el azt hiszem császárra. Az volt talán az első olyan videóm, amit ugye, amit úgy csoportosan elkezdtem videózni, ha én ha jól emlékszem és a és Sárkútnál találkoztunk. Az elején, budajos elején a sákútnál. Így van. Az igaz. Az, hogy hova mentünk, azt nem tudom. Oda mentünk, mert ugye onnan mentünk az egyes úton, tehát onnan igen. nagyon másféle nem mehettem, mert általában mindig így szervezem. Igen, hogy, igen, az volt a legelső. Hogy a város abban az irányában, hogy nekem keresztül menjek a városon. Az is úgy jött, hogy a karcsi azt mondja, menjünk el, guruljunk valamire. Van ötleted? Nincs. Már nekem? Nincs. Azt mondja, láttam a Facebookon egy srácot, kiírta, hogy szervez túrát. Mi lenne, ha kipróbálnánk? Kipróbáltuk. Most is tartunk. Azóta van motoros utazós pólótok. Ö, igen, bár azt. szégyellem, de tökre kiment a fejemből, hogy azt vegyem föl. Egyáltalán nem baj, ha, ke, ha muszáj lett volna, akkor szólok de, a, de egyébként. De a túrákon a mindig külösége. rajtam van. Azon csodálkozom, hogy nincs valami motoros utazó tetoválásod, így a valami karodon. <coughs> Az nincs. Ö, Sok állat közé nem, nem nagyon férne el. Még egy egy a jobban. legnagyobb állat középen. Igen. akin a Kína többi van. Úgyhogy igen, tehát az volt az első, igen. ott tizen, tizen, volt. Nem volt emlékszem, és, és eső is volt. Mert Hú, esőbe indultunk el. Ó, azt se tudom. Esős mert. idő volt, mert eső kabát is volt rajta, utána az már azt hiszem elkezdett kiderülni. De ez nem is tudom, hogy négy éve volt, hogy öt, öt lassan. Uh, igen, úgy össze. Három éve van meg a mostani motorom, előtte volt, sőt, az is lett, hat. Most előtte volt egy szezont fekete NC, előtte volt egy szezon. Az nc emlékszem, és azelőtt mi Fehér volt? Fehér az... nc volt. Azelőtt mi volt, azt nem tudom. Azelőtt, előtt meg egy fekete CBR, akkor még azzal voltam. Lehet. egy fekete CBR 600 RR dobozzal a hátulján. Mm, azt már nem tudom, az már nincs meg. Az azzal az voltam, azzal megvan. kezdtem a, úgymond a túravezetést. Mm -hmm és utána cseréltem egy encére, egy fehér encére, apumnak az encére. Azt tudom, tudom igen, igen, igen. igen az ő jár vele. Tehát szerintem már egy hat éve biztos volt az a túra, de vissza tudjuk nézni majd a Youtube videó, mikor töltöttem fel. Hát euh, akkor viszont valószínűleg a CBR-rel voltam még, mert mondom 2017-ben ültem rá. Sőt, hozzáteszem, akkor is ősszel. hozzáteszem, az is kiderül a videóból majd, ha visszanézzük. Jó. Erre kíváncsi vagyok, már vissza is jó, nézem jó, 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 jó. otthon. Úgyhogy, ő... de igazából nincs jelentősége, hogy milyen motor. És akkor voltam. azóta, azóta meg oszlopos tagja vagy. Azóta el. szinte. És nem is tudom egyébként, mikor volt az a pillanat, amikor nem azt mondom, hogy felfigyeltem rá, csak ugye rendszeresen jöttél, és akkor ugye láttam is, hogy jól motorozol, aztán a végén ugye úgy bekerültél a, a zárók az pedig, a, az pedig ott történt az Aldi parkolóban, szintén Budaörsön ott szóltál először, hogy lenne kedvem biztosítani. De nem, nem, az már nincs meg, hogy szintén hova mentünk, de szerintem nincs is jelentősége. Igen, hát igen, akkor igen, is, igen. Akkor is valahol arra felé. Igen, így... igen, az egyes, ő, mentünk egyes valamere, úton mentünk úton És akkor biztosítottam először nálad. De megmondom őszintén, nekem ez, nekem ez jobban bejön, mint, mint beállni a, a bolyba, és ott szépen komótosan gurulni. Tehát azért a 30 év kihagyás után néha bennem van az állat, és, és ö, szeretem néha egy kicsit félig, meddig ö, hivatalos formában kijönni magam. <laughs> Amit tudjuk, hogy nem hivatalos, tökre. De de, de, de ilyenkor egy kicsit vandálkodhatok. Ilyenkor, ilyenkor a motort is kihasználhatom, és ilyenkor kihasználhatom azt, hogy ö, egy kicsit azért oda oda lépegethetek neki. Az a része neked, neked hogy, hogy megy a, mondom, a motor kihasználás ára, úgy kérdezem, hogy tudásilag a szerpentinek, a, hogy odahúzod neki csak, hogy mennyire szoktad úgy fektetgetni, döntögetni. <coughs> Most nem feltétlenül az én túráimra gondolok, ugye, mert azok nem, nem, ilyen, nem erről szólnak, de úgy összességében. Az a része nekem nem megy annyira, de <coughs> ez inkább az én félelmem, mert, mert lehet, hogy menne, tehát oda odafigyelek mindenre, hogy jó gumi legyen a motoron, ö, döntögetek is, mindig próbálkozom a, a határaimat feszegetni, de azért ez a majrécsik mindig ott van a gumimon. És nem azért, mert ö, lehet, hogy nem menne ennél jobban, hanem én mocsok módon féltem attól, hogy megfektetem a motort, és annyit nem érez az egész. Ö, különböző ilyen ringeken... <coughs> voltál már, vagy nem még? Nem, soha semmi, semmilyen ilyen oktatáson. Nem, nem feltett oktatás, csak semmi, hogy kimész nem, egy egy nem. kapucsra, egy euroringre, és akkor semmi te elringre. ott a saját tempódba a kis köröket vonod, és próbálod így minél szűkebbre venni, minél lejjebb. Nem, 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 nem ezt ennek nem éreztem hm. szükségét. Ö, nem is feltettem szükség, csak hogy úgy nem is érzed akkor azt, hogy azt esetleg élveznéd, vagy hogy nem élveznéd. Megmondom őszintén, szeretem. azért úgy, amikor beszéltünk erről a 30 évről, amikor visszaültem 30 év után egy 250-es etz ről egy 600-as CBR-re, azért bennem volt a rényom rendesen, nem tudtam, hova tegyem egy ekkora motort, meg csak 30 év, az 30 év, hú, mi lesz, úgyhogy megvettem a motort, és két hétig parkolópályán volt az udvarba, vártam, hogy igazán jó, mert ugye ősz volt, amikor megvettem, és mondom, áh, hidegben semmiképp, nem megy nem tapad, nem nem... nem nem fekszik olyan jól az úton, csúszhat akár, mint talán már levelek is voltak leúlva. Nem. És egyszer jött egy olyan hétvég, ami tényleg piszok jó idő volt, a ma majdnem meleg is volt, olyan jó idő volt még, egy ilyen nagyon-nagyon vénasszonyok nyara, és akkor kimerészkedtem, és eldobtam az arcom, hogy ez mennyire egyszerű motorozni. Ú, úgy, hogy 30 évig utána nem ültem motoron. Az RTZ után. Igen. Ráültem erre, és, és, azt mondom, hogy fél óra után a mozdulatok, a kuplungolás, a váltás, minden úgy ment, mintha... Mintha mint tegnap lett volna. Így van, így van. És nagyon kezelhető volt az a motor, nagyon szerettem. Igen, mert azt egyébként észrevettem, azért is kérdeztem. Ja, és akkor nem is, nem is tervezed azt, hogy ilyen ő, vezetéstechnikai tréning valami jellegű dologra, ha nem is feltétlenül mondjuk az utcai részére megyünk rá, hanem arra ugye, hogy a Tempósabb kanyarokat, hogy tudod venni, és arra rávisznek, rávezetnek, megtanítanak jobban, hogy hogy egy ilyen részt vegyél. Egy ilyen részt vennék, de nem saját motorral. Tehát a megfelelő voltunk is egyszer a Kőbányán van ez a ez a Honda. Safety? Ahol ahol Gokártpálya is van. Azt ott szám, az ott az van az a szám, Nyomda -e a Keresztúri hogy milyen úton? Őket nem ismerem. Ö, Tudom, hogy van egy ilyen, hogy Safety Honda, vagy, vagy valami Nem ilyest, tudom a már, neve. mi, a nevük, de egyszer elmentünk ő, oda. -technikai és technikai tréning, ők adnak motort, azt tudom. Igen, és akkor részt vehettünk egy ilyen rögtönzött kis oktatáson, olyan motorral, amit ők adtak. Igen, Hát figyelj, mint a nyeretlen két éves úgy, mocsak <laughs> módon nem tudtam a pallon maradni a motorral. Ja, hogy akkor voltál egy ilyen? Igen, de ez csak ja. annyi volt, hogy mehette ott két-három kört, az kész. Tehát ja, értem. Meg voltunk hívva oda valamilyen oknál fogva, és akkor kipróbáltuk a saját motorjaikkal ezt az egészet, bójákat kerügetni, hát mocsok módon nem ment. Még mm. a valaki kisebb motorral se pedig azok nem akkorák voltak, mint amikkel most megyek. Egyenes úton, nyílt úton megyek, mint a mérgezettekért gondolkodom. Hát a ez. technikás egyenes, ugye? De, 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 de. Valahogy nem érzem szükségét. Nem is fontos az az életemben, hogy én most kimenjek a Mátraba, vagy bárhova, és akkor fülemig döntsem, hogy te szoktad írni a fülemen. Igen. fülemen vegyem fordulni. a kanyarokat, fordulva vegyem a kanyarokat. Nincs erre szükségem. Motort se szeretném megfektetni. Igazából nem kell. Szerintem nagy képűség nélkül mondhatom, hogy annyi technika talán van, hogy amennyi arra elég, hogy így a túráidon részt vegyek biztosítsak, utána biztonsággal visszamenjek előre. Igen, az egyelőre, egyelőre, nem, érzem Igen, ezt, azok hogy... többnyire egyébként túráimat azokat próbálom úgy intézni, úgy szervezni, úgy irányítani az útvonalat, hogy úgy megtervezni, hogy ne legyenek, ne a szerpentint tegyek ki. Most azt, hogy keresztül megyünk, akkor ha úgy megyünk a Mátrán, mert megyünk arra fele, mint hogy a rudabányai tóhoz is mentünk, hát akkor nem fog végigmenni a hármason, végigzogykölődni, hogy utána elmenjek Miskolc fele, hanem akkor megyünk át a, a 23-as, azt hiszem, 23-as úta, ami ott megy. Mm, ö, nem tudom. A Mátrán keresztül. Ö, igen, tehát ott azért kijön az, hogy, hogy ki hol tart. De ott nem is szoktam száguldozni egyáltalán. Ö, itt, amikor talán ki tud az jönni, az, annak a hiánya, hogy hogy tudod kezelni a motort ugye szerpentineken, itthon kevésbé, külföldön, amikor kimész esetleg egy olyan helyre, ami, mivel mi ugye a Kárpát-medencében helyezkedünk el, nagy része az országnak a föld, tehát ott úgy, úgy van egy egyenes, majd 30 km múlva van egy enyhe kanyar. Tehát, hogy a Mátra a legnagyobb szerpentinünk igazából, meg most, amit úgy, úgy megcsináltak az a bajna hérek környékén. Igen. Ott van talán pár kanyar, de ugye eljutsz az egyik külföldi túrámra, ugye még nem voltál, mint csábítalak, de majd erről És is. Eljön az ideje. Eljön az ideje. A horvátországi az egy ilyen közép, középszintű, középszintű szerpentinek kell rendelkező túra. Én úgy ítélem meg, az a nyolcas út, ott azért kijön az egyre jobban, hogy ki az, aki nincs hozzászokva, mert ott, aki itthon jól megy, jól motorozik, még az is, az is olyan ott, hogy nincs hozzászokva, elég hamar a felénél már elfárad, és lehet látni, hogy egyre jobban veszi vissza a tempót, ő egyre lassabban jön, volt olyan, aki már mentünk lefele, és így a felétől, a háromnegyedétől már ilyen 40-nel, 30-al vette a kanyarokat, amit egyébként be lehet egy motorral 60-nal mondjuk venni, és az még egy kényelmes tempó, nem egy száguldozós, aki mondjuk 80-nal veszi be, vagy az ott esetben 90-nel. Hát. É, mert elfárad, elfáradnak. Tehát, és az még egy középszintű, akkor még egy Transalpina, egy erdélyi transfogaras vagy megyek tovább a Stelvio, sokkal nagyobb szerpentineken én még nem vettem részt, de azok is olyanok, hogy a visszafordítós kanyar a 180 és még emelkedik is fölfele, Ü, utána egyből jön már a másik irányba. Arra most láttam videót, hogy ott nagyon sokan megfekszenek. Azok már a kanyarban. Hol az, fotó Kanyarfotósoknak a videói láttam. szokott ott lenni, ott sokan... Befordulnak egy visszafordító kanyar és fölfelé megy. Így van. És ott nagyon sokan megburulnak. Hát ugyanilyen van. Tehát az már egy haladóbb szintű szerpentinnek én kategorizáltam be. Ö, mm. Szerintem sokan mások is. Na most ott ott azért így kiszokott ez jönni, mint ahogy látod a fotón is, hogy Igen. sokan elmennek oda mondjuk adott esetben autópályán, és akkor utána így van egy ilyen, és akkor azon ott elvéreznek. Ö, teljesen rajtad múlik Hát, ha egyszer szükségét érezném ennek, hogy nekem szükségem van arra, hogy, hogy a szerpentineken is technikásan menjek, bár, bár ezt senki nem követeli meg nyilván tőlem, hogy most ott. Ja, persze. ott, ott 2000 persze. vegyem az akadályokat. Akkor Legalábbis, a... ha velem jössz túrázni, így van. Senki nem fogja megkövetelni. Így van. És legtöbbször veled megyek. Ha valaki lemarad, lemarad, bevárjuk, amikor be kell várni, mert így nem adjunk el senkit akkor inkább először egy pályán próbálnám meg, ahol biztos, hogy az az aszfalt az tiszta, le van söpörve, vagy egy, vagy egy olyan nem egy olyan úthonom, mint a Mátra, hogy akármikor, szembe, akármikor valaki bár, a széléről felhordhat apró kavicsokat, ahol meg lehet. Fekülni. Mondjuk egyébként megvan a pályának is a saját maga nehézsége, csak ahhoz is hozzá kell szokni. Uh -huh. Tehát amikor ott vagy a pályán, legutóbb még a Tenerével is voltam kint Kakucson, ahhoz képest, hogy amit szoktam, nem is, talán nem is teljesítettem annyira rosszul, de amikor a kis 250-es emzékkel ugye a bokád mellett elmennek feküdve, és hagysz egy fél métert a belső ível, akkor ott ő el fog menni. <laughs> akkor annak is megvan ott azért a, a nehézsége, hogy ezeket hogy kell kezelni, de de igen, de akkor már egy, egy ilyen pályára, ha kimész egy Euroringre, az talán talán az jobb egy ilyen VFR-nek, egy 800-as VFR-nek. Kakucs az lehet, hogy pici, de ott is lehet ugyanúgy érvényesülni egyébként, uh -huh, csak uh -huh. ott leginkább a 1-es, 2-es fokozat lesz, ami... Hát maradjunk abból, hogy eddig mondjuk erre nem volt szükségem, a tetúráidon az nem követelmény, hogy... Ja, nem, egyáltalán. Hogy mint a villám, úgy vegyük a kanyarokat, és nem maradjunk le, Úgyhogy mondhatom azt is, hogy kinőttem már ebből, hogy, hogy mint az őrült. Meseg. És akkor nem fordult meg a fejedben, hogy <coughs> esetleg kipróbálja sporttúra helyett egy túrát? Nem, nem, nem. Ezek a túra jellegű motorok nekem soha nem tetszettek. Nekem ezek a burkolt sportmotorok tetszettek mindig, vagy a sport túra motorok. De nekem nagyon fontos lényeg, hogy hogy néz ki az a motor. Uh -huh hogy ránézek, és azt mondom, hogy szerelmes vagyok. Ö, annak idején a 250-es nem volt választék, ott, ott az volt, hát ott az kész, igen. ott ott még más volt a prioritás, de itt azért már lehet válogatni, és nekem, nekem az ilyen jellegű full beburkolt motorok jönnek be, ezek a pofás gépek, tehát ö, nem, 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 a motorok annyira nem. Hát akkor a sportúra irány. Tehát úgy, vagy sportúra így van, így van. Így hát van. a VFL emeltek már az ilyen sportúrán hát minősül. A picit magasított én. a kormányom, úgyhogy uh -huh. meg, meg megoldották, mielőtt megvettem, és és ez nekem úgy kényelmes. Nem is kell nagyon előre hajolnom, hogy hát kibírok rajta gond nélkül egy egész napot, úgyhogy. Mondjuk igen tartozom. egyébként hozzáteszem a kategóriák, már úgy folyamatosan évről évre változnak ebben is, mint sok más dologban is, de itt is ezt még ugye, ha jól tudom, sporttúrának kategorizálták. Na, igen. Most már a sporttúra az, az már inkább olyan, mint egy 17-es kerekekkel ellátott túramotor. motor, uh -huh. Tehát a, a Tracer, a Tracer 900-a, <coughs> már azt is talán a sporttúra kategóriába találom meg, hogyha keresni szeretném. Hát, igen, lehet. Az meg már azért viszonylag eléggé egyenesülésű. Tehát ilyenekre is gondoltam például, amikor arra céloztam, hogy túra motor jellegű, tehát, hogy mint a Gyuri-nak a 900-asa. Uh -huh. Vagy még nem, nem gondolkoztál erről? Nem, igazából nem is akarok váltani. Uh -huh. Az az igazság, hogy a, ahogy beszélgettünk is az elején itt még kamerák nélkül, hogy azért fogy a kraft már elég masszívan. Hát az inger küszöböm kezd egy kicsit lanyhulni minden tekintetben. Úgyhogy nagyon egyedül már neki sem indulok motorozni, csak azért, hogy most menjek. Úgyhogy ha te szervezed a túrákat, akkor akkor van egyfajta cél, hogy na most akkor gyerünk, öltözzünk, induljunk, megyünk túrázni. Többen megyünk túrázni, nekem a dolgom van, feladatom van, biztosítok. Ez oké. Okay. Amit mondtam, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy jó az idő, minden, minden klappol, minden, minden rendben van, csak föl kéne ülnöm, beöltözni és menni, és áh, van nekem ehhez kedvem ma? Á, nem, <laughs> nincs. És akkor inkább fogom, és ne neki se indulok. Mik azok, ha, ha tudsz mondani, pozitív, illetve negatív olyan dolgot, amit észreveszel esetleg a túráimon? Semmilyen negatív dolg nincs a túráidon. Amit javítaná, vagy más lenne? Hmm. Talán Amikor ha. a te szemszögedből úgy gondolod, hogy kicsit ki lehetne valamit. Hát, talán az idén nagyon sok volt a külföld, Ez beszéltük, hogy nekem egyelőre ez miért nem. Ez mondjuk a jövőben változhat, de ha jövőre az a terv, hogy lesz több belföld, akkor avval az égvilágos vagyom, nincs, akkor azt az, az, az mehetünk. Hát inkább csak az, hogy, hogy legyen itthon túra. Volt egy-két sátras túrád is itthon, amit annyira nem érzek komfortosnak a magam szempontjából. Eddig egy, de... egy, eddig egy volt. Igen, utána mondom. A... Talán kettő, csak az egyik nem neki vagy hogy is volt az? De... Ja, igen. Igen, igen. Tehát, illetve nem hiúsult meg, a, a hely maga meg hűsult, ahol hmm. sátrasztunk, de máshol sátraztunk a végén, mert elmosott minket az eső. De de amiben én piszok jól érezném magam, hogy tényleg összejön egy jó kis baráti társaság, lemotorozunk valahova, és, és egy ottalvós motorozás is. Estére... Erre, akartam, erre akartam neked reflektálni, hogy igen. gyakorlatilag azon a sátras túrá, amikor répás után voltunk, nem tudom neked megmondani, hogy pontosan mennyien voltunk már, 20-25-en, uh -huh. szerintem 25-en voltunk, Ö, annak a fele aludt sátorban, a másik fele meg ott a környék intézte magának a szállást, ja. foglalt szállást, hát és hát oda jöttek ugye a sátras helyre, ahol bográcsozás volt, evett mindenki bográsból, uh -huh. stb., és utána, amikor vége lett úgymond az estének, akkor mindenki el sétált, vagy elment a, a szállására, Tehát. Igen, voltak mások is olyanok, akik nem szerettek volna sátorban aludni, nem volt annyira komfortos nekik, El, nem lett igen, volna. Igen, igen, igen. Ö, megoldottuk, tehát lényegében ezt is. Nem de. zárom ki, hogy nem lesz majd egy ilyen ö, sátras túra megint. Arra akartam kitérni, hogy, oké, okay, lehet sátras is, bár az számomra nem annyira vonzó, de egy egy normális helyen, egy ottalvásos, akár egy panzióban, vagy bárhol. Azt akartam mondani, hogy ja, van ja. egy sátras hely mondjuk, ahol szintén így, hogy sátrazunk, de akkor egy olyan ja, és akkor helyet kérdelem. próbálok nézni, ahol mondjuk, vagy egy olyan kempinget, ahol vannak faházak, amiben rendes, Igen. ugyanúgy rendes ellátás, zuhanyzóval, mindennel van, tehát, hogy csak éppen nem kőből van, hanem fából, de azt gondolom, hogy ez nyáron nem biztos, hogy problémát jelent. Nem, sem baj ezzel. Már nem feltétlenül neked, hanem úgy összességében, uh -huh. hogy most akkor kőház vagy mi, persze hogy néz ki. Még ez kitalálom, itt még nincs erről a oldalról semmi kitalálva nekem jövőre. Ugye, amit neked is mondtam, itt is elárulok a nézőknek, hogy gyakorlatilag tervez azt, hogy jövőre minden második hét hónap, hét vasárnapján, tehát minden hónap második vasárnapján lesz a belföldi túra, Elképzelhető, hogy lesz olyan, hogy akkor majd szombat-vasárnap lesz egy túra, és akkor az egy ilyen, akár ott talvásos, ha találok valami olyan helyet, ahol lehet aludni beltéren is, illetve a nagyobb létszám esetén, aki úgy van, az sátrazik kint, a másik fele bent az épületbe, ha nem is egy feltétlenül egy panzió, de még lehet, hogy panzió is, még nincs körvonalazódva mm -hmm. ilyen fejemben, de a ezt az, az ötletet csak, csak csak egyébként az... Ugye elraktároztam magamba, Ö, van pár olyan, amit meséltem is neked, olyan változtatás jövőre való tekintettel a túrákban, amit majd úgy szeretném vele kibővíteni, folyamatosan változni, hogy, hogy a közönség, ugye, akik jönnek túrázni, azok nem mindig ugyanazt kapják, valami, valami, mindig valami jobbat, újat, másabbat, és akkor ezáltal át, hogyha jobban is érzik magukat jobban, tetszik nekik. Na, igen, úgy Ez jobb. a része. De akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy nagyon negatív. Nincs. Az Társaság. semmit nem tudok. A társaság teljesen jó. Ha valami hibázik, akkor az inkább az én készülőkemben vannak problémák. Tehát... Én egyébként hozzáteszem veled kapcsolatban, már odáig jutottam el, igen? hogy az utolsó túrán így Mondom, hol az Andris? Szokott mindig jönni. Uh, Andris az azon a túrán kinézett, és Andris már pont esett az eső. Nem tartott sokáig, csak egy tíz percig, de Andrisnek ez pont elég volt, hogy kinézzen, fúra be volt borulva. Á, mondom, a francnak sincs Tehát most kedve már ugye, elázni. Most már ugye úgy vagyok, hogy, hogy mint nál is, Aha. hogy annyira, annyira tagok vagytok, meg résztvevői vagytok ugye a túránnak, hogy gyakorlatilag ö, ö, az a fura, amikor ugye nem jöttök el. Mondom, nincs valami baj, remélem. Tehát, hogy nem. valami egészségügyi, vagy beteg, vagy valami. Tehát, hogy nem. már annyira hozzá szoktam a jelenlétetekhez, ugye a túráim alkalmával, hogy... Szívesen is megyek ebben, semmi gond. Csak én ezt olyan szemszögből nézem, hogy mivel lezáró vagyok, akinek a végén vissza kell csattogni az elejére, mint a gyalogkakuknak. Igen. És ha mondjuk esik az eső, akkor az nem olyan egyszerű. Tehát ott azért mocskos nagyot lehet borulni. Hát lehet, akkor kicsit több ideig fog tartani eee, a visszajutás. Igen, de... néha azért kevesen is vagyunk, néha vagyunk elegen a záráshoz is, de. de de, de én mindig, Mint mindig... amikor a szezon becsatlakoztak a citadellások. <laughs> de néha, néha olyan vagyok, hogy amit csinálok, azt megpróbálom a legjobban csinálni, viszont ez, ez tökéletveszély. Tehát egy esőben, visszacsattogni úgy előre, hogy bármi közbe jöhet, és nagyot kell fékezni, akkor ott mocsús nagyot borúz, és az nem, az nem jó. És én, és én mindig is óvatos ember voltam, tehát a lehetőségekhez képest mindig próbáltam előre gondolkodni, és ha már egy picit ilyen vacakabra áll az idő, akkor, akkor azt mondom, hogy inkább maradok, és inkább nem megyek. Mert ha nem biztosítok, akkor viszont, akkor viszont nincs is sok kedvem, csak ott lenni és beállni a sorba. Aha. Nekem ez nagyon fontos, hogy kicsit ki tudjam élni magam. Akkor ezt igazából szeretnéd meg is tartani, ezt a pozíciót? A hát, szerintem nem terveztél lecserélni. <laughs> hát nem, ezt jól látom. Vagyunk még egy páran, de én ezt mondtam is, hogy én, én leginkább ez miatt csinálom, és nagyon szívesen csinálom ezt, úgy, hogy ameddig bírom, úgyhogy ezzel semmi gond. Azon a feladaton, az az én feladatom, azon rajta leszek, hogy ő Igen? tudjak szerezni 3x-es mellént, de láthatósági mellén. Legutóbb találtunk, vagy csak. Nem, ez az 2 x volt? Az 2 x csak. Nem jó, hát ez a legkevesebb, semmi gond ezzel. Semmi gond ezzel. Itt még egy picit puskázok, de én azt gondolom, hogy ő még mondottam. egy olyan utolsó kérdés, hogy amit nagyjából így meg is beszéltünk, így nagy vonalakban, hogy mi a terved a 2025-ös évre, így túra szempontjából, de ugye amit kivettem a szavaidból, hogy az én túráimon azért szeretné részt venni mindenféleképpen, illetve mármint a belföldi túráimon. Igen, Jelen állapotodban hogy látod azt a részét, hogy külföldi túrára tudsz -e jönni? Milyen előre tervezést igényelne az neked? Hát a, a munkám miatt ugye az a szabadságolás az nekem mindig képlékeny, hogy mikor tudok elmenni. Leginkább ez az augusztusi hónap az, amikor, amikor a legtöbben a cégnél Szabira mennek, és akkor tudnak engem is onnan nélkülözni, de, de leginkább a többnapos túráknál is a, a, hét eleje nekem mindig nagyon fontos, mert, mind, mert ennél a cégnél, mint műszaki vezető vagyok, és én indítom a, az új projekteket, mindig hétfőn indulnak az új projektek, és ezt egyedül én csinálom senki más, és ezt nem is nagyon akar senki behelyettesíteni. Ez az én dolgom, ez fontos, ez ennél ott kell lennem. Amikor el tudok élni szabira, jobbak azok a külföldi akkor nagyjából amikor... mindenki van. és akkor nem is indul munka, azon az egy vagy két héten. Tehát a, a külföldi az úgy lenne jó, ha, ha az a, inkább a csütörtök, péntek szombat vasárnapra esne, hogy hát hétfő reggel már tudjak, tudjak lenni, az úgy működhet, megmondom, amit már beszéltünk, hogy kicsit óckodok a, az idegen emberekkel való ö, egy helységben. Lehet egyedül is lenni, csak ez picit drága. igen, 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 igen. <laughs> És nem azért, mert bárkival bármi bajom lenne, hanem azért, mert, mert én szeretek egy, egy, egy túrán, mondjuk egy ottalvos túrán ott aludni, este egy kicsit azért elzsibbadni, besörözgetni egy kicsit, jókat, jókat zabálni, és akkor utána büfögök, röfögök, de hát az lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, és nem, nem szeretné. Most már ezt meg kell nézni, hogy jó az. Jó működik? Jó. Nem szeretnék kellemetlen élményt senkinek, hogy azt mondja, hogy nem a fickóval. Többet egy szobában elrakjatok, mert... Nem hiszem, hogy egyébként bármilyen lenne, már, már azért... Így akkor, így akkor szerintem működhet a dolog mindenféleképpen. Meglátjuk majd, hogy mit tudunk. Ugye vannak már olyan kész túráim jövőre, ami nem feltétlenül felelnek ezeknek a lehetőségeknek, de ugye mondtad, hogy főleg inkább augusztus, talán az a hónap még. Mm, szó, szó, igen. Közben. Az a hónap még nincs, tehát áprilisba, májusba, júniusba van, július, augusztus, szeptember még nincs megtervezve. Nagy valószínűséggel akkor erdélyek lesznek uh -huh. porondon illetve szeptemberben még egy horvát, az biztos. Az is lehet, hogy októberben szintén nekifutunk egy horvátnak, csak reméljük, akkor nem fogok lebetegedni, mert ah, ugye idén lebetegedtem, nem tudtam jó, elvinni hát a túrát. Törvényszerű. Úgyhogy azt meglátjuk. Mit akartam? Még egy valamit akartam. Igen, egy utolsó kérdés, még csak egy kíváncsiságból úgy nekem. Kíváncsiskodj. De a motort azt csak így motorozásra használod, vagy közlekedésre is adott esetben? Csak motorozásra. Tehát az, hogy te azzal mennyi lából bébe városba, mert el kell intézni valamit, és az gyorsabb. Ö, volt már rá példa, hogy valahova el kellett ugranom, hétköznap, olyan négy óra után, és azt mondtam, hogy kocsival az Isten, nem indulok neki Kispestről, mondjuk Békás erre, mert soha az életben nem érek se oda, se haza, és, akkor, és akkor elszaladtam motorral, de Egyébként van egy saját autóm, amivel most is vagyok, van egy céges autóm, amivel a hétköznap járok, úgyhogy a motor igazából csak ilyen extrém helyzetekben kellhet, amikor amikor nem kell vinnem semmit, például autóval A-B-be, hanem csak nekem kell elmennem A-B-be, és akkor a motor az, az egy jobb választásnak tűnik, de ez nagyon-nagyon ritka az egy évbe egyszer vagy kétszer fordulhat elő a maximum. Tehát inkább nekem ez hobbi. Inkább csak motorozás. Inkább hobby, hobby. Igen. Hobbi. igen, igen, igen. Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Hát én köszönöm. Úgyhogy azt hiszem, hogy egyelőre más kérdés nincs. Igazából egy kérdés van, ami, ami felőled jöhet irányomba, mikor lesz az első túra, és mikor megyünk már motorozni. Már kiírtad az első De már ki is az első túrát, a nyitott túrát, úgyhogy... szobor talán megint? Igen, megint egy ilyen szokásos szokás, a szerelemszobor és bücskén egy étterem. Igen, igen, igen. Ugyanott, ahol voltunk az, igen, igen, az idén. Velük még nincs lebeszélve, mert azért még ez nagyon korán van, de... Csak az idén piszok nagy szél volt. Igen. Jó lenne a jövőre ezt valahogy rendezni, hogy szélcsendesebb idő legyen. Úgy intézni, hogy jó legyen meg esőmentes, meg mindenmentes, legyen napsütés, meg jó idő. Jó, hát ha vagyunk elegen a biztosításhoz, akkor, akkor, akkor nem probléma ez, akkor lazábra veszem a visszajutást, csak akkor legyünk elegen, hogy tényleg ne az legyen a prioritás, hogy vagyunk 80 motorra, ketten, hárman, és mire odaértek a következő körforgalomhoz, senki nem tud visszaérni, mert, mert olyan csúszos az út, hogy nem tudunk rohanni. Igen. Hát, legyen megfelelő. Hát, létszám, de ezt úgysem tudjuk előre, tudod? Hát ezt nem. Ez az mindig... a baj, hogy egyébként meg hozzáteszem, ebben tudsz nekem segíteni, hogy akkor tudom előre, hogyha mondjuk jó, ezt te sem mindig tudod előre, mert akkor találtad ki, hogy nem jössz. Csak hogyha én is tudom előre, hogy ki jön, ki nem jön, nyilván időjárás függő ez is. Te aznap fölkeltél, láttad, hogy borús az idő, és akkor döntötted el, gondolom, hogy nem jössz, de hogyha ugye szólsz előre, akkor ugye mondjuk már nem tudok akkor mit kezdeni vele, csak maga van az információval tudok mit kezdeni, ha már odaértem, tudom. akkor kell kezdem keresni az embereket, de alapvetően ö, ö, ez most vagy pozitív neked, vagy negatív, de tényleg már annyira, annyira gyökeres része vagy a eseményeknek, hogy, Köszönöm. hogy már megszoktam, hogy, hogy hogy mindig ott vagy és, és tudsz segíteni, Nagy és egyszer. örömmel látom rajta, hogy örömmel segítesz ebben a, ebben a témában, ja, igen, akár az életed csinálni. árán is ő elé állsz a Scania kamionnak. Hát azt talán nem, de ezt szeretem csinálni, nagyon szívesen csinálom, sőt, inkább ezért csinálom. Inkább ezért csinálom. A hétvégék viszont teljesen jók nekem általában, és ha megfelelő létszám összejön a biztosításra, a most sem az volt a gond a legutolsón, hogy megfagytam volna, csak bennem van a pánik, hogy ha vagyunk a... ketten, akkor, akkor akkor ott menni kell, ott nincs mese, mert, mert van, hogy nyakunkon a körforgalom egymás után három, és, hát igen. A, és Buda, akkor ott, ott Buda, a káosz, amikor elérülünk az mindjárt az az a három. Az a néz. körforgalmak települése. És akkor mindjárt az ott egyik. van a pánik rajtam, hogy na basszus, nem érek vissza, akkor most ki, kitör a káosz, mert megint bejön közénk 85 autó, és akkor onnan, onnan áll a bál, mert onnan közülünk nem mennek ki az autók olyan egyszerűen. Hát, Ez a lényeg, hogy ne engedjük be az autókat magunk közé. Ez viszont megfelelő létszámmal lehet, tehát... Hát igyekszek én is mindig arra törekedni, ugye, hogy amikor vannak ezek a túrák, minél több azt elemen, lehet, hogy azt, aki. Igen, hogy azt kiírhatnád, hogy kivállalná ezt, és kire számolhatsz. Az a baj, én ezt tudod, hogy miért nem akarom kiírni így? Na. Amíg én nem látom motorozni, addig nem mondom meg neki, hogy az én túrámon zárjon, mert hogyha valami... Na jó, hát az ismerősöknek gondoltam, hogy akkor Ja, hogy úgy ismersz, mondod, azt hittem, hogy úgy, tehát akkor rá Hogy és vállalod akkor Mert már abba is futottam bele sajnos hibába, hogy ő, hogy valakiről azt hittem, aztán mégse, és nem igazán, nem igazán ő, várt be. Ő nem... Tehát, hogy én azért előtte azért valamilyen szinten föl szeretném mérni azt, hogy aki elvállal, illetve mondom neki, hogy zárjon, azt azért egy pár túrán keresztül nézem és figyelem, hogy hogy motorozik, hogy kezeli a motort, még hogyha nagyon nem is látom, igen, mert ugye igen. én ott vagyok, a, én vagyok a nyílhegye, de gyakorlatilag mögöttem ott van mindenki, ha nem közvetlenül mögöttem van, akkor nem látom, vagy mögöttem egy négy-öt motorral nem látom, Persze. de egyébként ugye akár amikor megállunk parkolásnál, nézem, hogy kezeli a motort, sötöbbet, tehát hogy Ezeket igyekszem azért figyelni, hogy minél több olyan ember legyen, aki, akire tudok számítani, és örömmel is segít. Tehát én nem ingen, a feladatot ingen, várom ingen, el bárkitől, hanem inkább azt, hogyha úgy érzi, és magáének érzi ezt, vagy nem szeretne, ahogy te is mondtad, kullogni a, a sorba, akkor egy kicsit úgy fölalá járkálni, akkor ő mert azt jobban élvezné, mint hogy kullog, és, igen. és tud is, érzi is a motort, akkor, és nem is esik át a ló túl, hogy akkor állatkodik, igen, akkor igen. hogy érted a sort úgy előzi vissza, hogy egy keretezve, <coughs> akkor, akkor menjünk bele, és akkor oké, zárjon. Jó, tehát igazából ez, ez, az az oka, ami, ami úgy visszatart, mert, mert, ha nem tudom ellátni azt, amit, amit el kell látnom, amiért megyek, akkor, akkor inkább, inkább nem is megyek. Jó, ezt megértettem. Köszönöm szépen, akkor én, még egyszer. Én köszönöm. Ha nektek üzenem, ha tetszett a videó, akkor nyomtak egy lájkot, és iratkozzatok föl. Miklós Andrást hallhattátok, és láthattátok teljes egészében. Bármelyik túrámra, ha eljöttök, akkor amit a komment szekcióban majd le fogok írni, tehát leírások pontosan, hogy melyik a csoport, ahol ezeket a túrákat hirdetem, akkor tudjátok látni őt is. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm.